Szeretettel köszöntök mindenkit az Arcelor Társalgó Galériában, PAF Pintér András Ferenc New Age című kiállításának finisszázsán. Mielőtt az ígért koncept megkezdődne, átadom a szót dr. Borsos Mihálynak, a kiállítás kurátorának, hogy adjon egy rövid összegzést a kiállításról. Megtiszteltetés nekem, itt már mellettem a mester, és ennél nagyobb kockázat soha nincs, mint egy élőművész éppen futó kiállítását kommentálni, figyelembe ajánlani. Egy érdekes világ megengedte betekinteni minket PAF az ő saját világába. Ha körülnézünk a kiállítótérben, PAF kijött a vászonból, térbeli figurákkal színesítette a mostani tárlatot. Három könyvet fotóztam és szerkesztettem az elmúlt évtizedek során PAF-nak. Azt gondolom, hogy a Gutenberg galaxis az, amiben hiszek. Hiszek abban, hogy a könyvet nem fogja semmi fölül írni. És amikor mi már rég nem leszünk, a könyvben még mindig ott lesznek ezek a művek, amiket most személyesen meg lehet tekinteni. Igazából három nagy részre bomlik a kiállítás, vagy három nagy egységet tudok bemutatni. Az első, ami egy kicsit a hagyományosabb PAF piktúrát mutatja be, fekete alapon installáltunk, pontosan azért, hogy a művek színharmóniája, szinesztéziája és benne a gesztusok szerepet kapjanak. Ez a kép szinte kivetült ide, kijött a síkból a térbe. A téren azonosítható figurák jelennek meg, a gesztusok és a kompozíció. Tessék nyugodtan befáradni, semmi olyan nem történik, ami miatt nem érdemes, sőt, na mindegy. Főleg a piros visszatérésére hívnám fel a figyelmüket. Egy nagyon erős kontraszt, egy szerethető műrendszer. Ez az első, innen indultunk. Krisztián múltkor megemlegette, hogy ő hangszert lát az egyes képekbe. Hát persze, mert muzsikus. Akinek kalapács van a kezében, mindent szögnek lát. Én is fényképezőgépeket látok. Sőt, azon a képen én kifejezetten női lábat látok. És ez a kép, hogyha elforgatnánk ezt a két képet mondjuk a baloldalit jobbra, 90 fokkal, és mellé forgatnánk a sárga színállásút, fantasztikus párbeszéd keletkez, de a geometrikus formák között. Azt gondolom, hogy egy művész soha nem tud annyira mezítelen lenni, mint mikor a műveket a közönség elé tárja. Hiszen a lelkét festi bele a művekbe, jó esetben. Ha meg nem, akkor nem jó a kép, nem jó a kiállítás. És ezért gondolom, hogy a csúcsok között mozgó művész, a jó és a rossz, a külső és a belső párbeszéde jelen van a festészetedben. Ezt én nyomon követtem viszonylag régóta, hogy PAF küzdelme egy nagymesterrel leírható, és az ő szavaival ajánlom ezt a kiállítást mindenki szívébe. Kokas mester a könyvébe, amit nekem volt szerencsém annak idején fotózni és szerkeszteni is, azt írja intelmül, hogy festek, mert boldog vagyok. Festek, mert boldogtalan vagyok. Festek, mert boldogok az emberek, és festek, mert boldogtalanok az emberek. A tiszta művészet üzenete ez, amit most itt PAF kiállításában önök abban a szerencsében részesülhetnek, hogy nem csak a művekkel, de az alkotóval személyesen is tudnak találkozni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Elhozták a szívüket, meg a lelküket magukkal? Szemüket is? Itt van minden? Jó. Akkor megígérem, hogy jobb emberként távoznak, mint ahogy idejöttek. Köszönöm. Visszaadom a szót Eszternek. Köszönöm szépen. Legutóbbi bejelentkezésünk alkalmával a társművészetek együttéléséről beszélgettünk, többek közt Muhari Krisztián jazzzenésszel, aki ma visszajött hozzánk, hogy élő koncerttel búcsúztassuk a kiállítást. A finisszázs online résztvevőitől egy rövid zenei ízelítővel fogunk elbúcsúzni, a galéria szezonzáró programjára pedig június 8-án kerül sor. A program Lukácsi Ákos és Endres István Etyi szerzőpáros könyvbemutatója lesz. Jó hír a halogatóknak,
és az utolsó pillanat erejében hívőknek, hogy PAF New Edges kiállításának környezetében kerül sor majd a könyvbemutatóra, tehát a kiállítás még június 8-án este 8 óráig látogatható. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy velünk tartanak, olvashatnak a részletekről a Facebookon, illetve ne felejtsenek el feliratkozni a YouTube csatornánkra. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!